Brückner Ákos előd atya köszöntőjével, majd az Alba Régia Szimfonikus Zenekar művészeti tanácsadója Szabó Balázs bevezetőjével vette kezdetét a szimfonikusok karácsonyi koncertje. A zenekar Pat Zoltán Liszt Díjas karnagy dirigálásával Locatelli, Handel, Telman, Vivaldi és a kortárs Dobri Dániel műveivel köszöntötte advent ünnepét. A Magnificat az egy olyan műsor, amelyet mindig adventkor szoktunk hallgatni, és hát tulajdonképpen a karácsony és az adventi időszaknak minden pompáját és mélységét felvonultatja ez a műsor, mert a Locatelli karácsonyi koncert az egy vonóskari darab, amely nagyon szép pianókból áll és gyönyörű tónusú hangzásból, és a Telemann trombita verseny meg pedig az ünnepnek a pompáját vonultatja majd föl. A Magnificat, mint a Szentírás leggyakrabban megzenésített szakasza, Locatelli és Handel kompozíciójában különleges hangzással, méltósággal mutatta be az eredendőt. Egy ihletett darabról van szó, mint általában a Magnificatok többsége. Ugye a Bachot szoktuk ismerni, de ezen kívül Telemannak is van Magnificatja, nagyon sok szerzőnek. Vivaldi nagyon kreatív és jó tollú szerzőként nagyon sok színű darabot írt. Egy tételen belül is változások vannak, tempó, hangszín, mondani való, ahogy a Magnificat szövege megkívánja. A szimfonikusokkal legközelebb január 1-én a Vörösmarty Színházban találkozhattak a klasszikus muzsika barátai, ahol Dobszai Péter vezéletével a hagyományos újévi hangverseny dallamai csendülnek majd fel.